Megtartani a munkaerőt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye munkaerő tartalékairól és a vállalkozások támogatásáról tanácskoztak Nyíregyházán. Őszi fakitermelés, folytatódik az erdő felújítása a sóstói erdőben, a kivágott fák helyére őshonos fajokat ültetnek. Gond nélkül elindult a fűtés, a nyári szezonban elvégezte a szükséges karbantartásokat a nyírtávhő, már közel 15 ezer nyíregyházi lakásban működnek a radiátorok. Közösen a munkaerő megtartásáért Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében címmel tartott a konferenciát Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A rendezvény célja az volt, hogy folytassák a párbeszédet a kormányzati szereplők és a vállalkozói szektor között. Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kis és középvállalkozások támogatása nélkül nem lehet megoldani a foglalkoztatási problémákat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozói és a közigazgatás szereplői találkoztak a kereskedelmi és iparkamara épületében Nyíregyházán. A rendezvény célja az volt, hogy a helyi vállalkozók komplex képet alkothassanak a régió megváltozott gazdasági szerkezetéről, valamint a foglalkoztatási lehetőségekről. Román István vármegyei főispán azt mondta, az ipari beruházások révén sikerült új munkahelyeket teremteni, de hosszú távon egyre kiélezettebb versenyre lehet számítani a munkaerőért. Azt gondolom, hogy van még a vármegyében munkaerőtartalék. Nyilvánvalóan ennek a térbeli elosztása a megyében, illetve a szakmai végzettségeknek megfelelő elosztása az egy nagyon színes képet mutat. Azt láthatjuk is egyébként, hogy emiatt az elmúlt időszakban a munkaerőnek a mobilitása vagy mobilizálása az beindult. Például a nagyobb cégek, vállalkozások, de a kisebbek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hozzájuk érkező munkavállalóknak az odajutását segítsék, vagy utaztatással, vagy különféle támogatásokkal, amelyel elérhetik azt, hogy nagyobb távolságról is ugye, vállalja a munkavállaló, hogy részt vegyen egy feladatban. De van még munkaerőtartalék a vármegyében, és azt gondolom, hogy még különböző fejlesztésekkel, képzésekkel még további munkaerő mobilizálható a megyében. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az ipari kibocsátás a vármegyében négyszeresére nőtt 2010 óta, ami azt is jelenti, hogy a mezőgazdasági ágazatban dolgozó munkaerő mellett egyre fontosabb, hogy az ipari szereplők is találjanak szakképzett vagy képezhető munkásokat. Ez az egyik legfontosabb probléma, amire megoldást kell találni. A képzett, szakképzett, motivált munkaerő hiányzik leginkább a vármegyei munkaerőpiacról, hiszen az a tömeges munkanélküliség, amivel ezelőtt 10 évvel találkoztunk, amikor több mint 14%-os volt a vármegyében a munkanélküliség, most 6% körülre csökkent, és leginkább a képzett munkaerő az, ami hiányzik. Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke egyetértett a főispánnal abban, hogy van munkaerőtartalék a megyében. A kérdés csak az, hogy ezek az emberek bevonhatóak-e az ipari termelésbe. Lehet a munkaerőtartalék, csak nem biztos abban, mert kellene. Ez a munkaerőtartalék egyrészre sajnos olyan, aki nem nagyon akart eddig se, nem akar most sem dolgozni, nem lesz könnyű bevonni. Egyet tudunk és látunk, hogy a debreceni nagy beruházások, illetve a beruházások, ez egy nagy kihívást fog jelenteni. Ezt már jelzik a vállalkozók, hogy nem kevés szakembert megkerestek, és lényegesen magasabb fizetéssel, mint most el tudunk élni. Egy döntő kérdés lesz, hogyan tudunk ebbe helytállni. Hozzátette, a vármegyei vállalkozói adatok szerint a kis- és középvállalkozások nem tudnak nagyobb létszámban munkaerőt foglalkoztatni. Készüljünk fel arra, itt lesz egy kihívás. Ami gond és probléma, ez a KKV szektor. Ezt azért is mondom, mert most a megyében a nyilvántartások szerint körülbelül 38 ezer vállalkozás. Ebből 14 ezer társas vállalkozás, 24 ezer egyéni vállalkozás. És ez a társas vállalkozásokban, akik dolgoznak, a 98%-a nem haladja meg a 9 főt. Nekik is egy nagy kihívás, és tudjuk azt, hogy a COVID, az energiárobbanás, villamos energia, gáz nagyon egy kihívást jelentett. És az a gond, hogy ezenáltal, tehát a vállalkozásoknak a stabilitása, a helyzete nem könnyű. Ami lényeges lenne, a pénzügyi segítségtámogatás, egyrészt 0 forintos hitelek,
Jó a Széchenyi kártya, Széchenyi hitel, nagyon jó, csak ott azért van egy díszerűen magasabb kamat, és mindenképp jó lenne biztonságú támogatás. A kis- és középvállalkozások vissza nem térítendő támogatásokra a közeljövőben biztosan nem számíthatnak, mondta el Gedei Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Központ vezető kormányfőtanácsosa. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a vállalkozás fejlesztésre lehívható egyéb kamat támogatott hitelekre. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye és annak székhelye a 24. órában van a szakképzett munkaerő megtartásában, mivel a környező vármegyék eredményesebben pályáznak lehívható forrásokra, magasabb munkabéreket is kínálnak, és a vállalkozóik nyitottabbak a fejlesztésre. A polgármester szerint mindez együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a szakképzett fiatalok elvándorolnak a vármegyéből. Több mint 100 éves fákat vágnak ki a sóstói erdőben zajló fakitermelés során, de az erdészeti igazgató szerint ez az ára annak, hogy 100 év múlva is legyenek élő fák a természetvédelmi területen. Az előregedő fák elszáradnak, és közben a tájidegen fajok szaporodnak el a természetvédelmi körzetben, amelyet csak a fakitermeléssel és az erdőfelújítással lehet megakadályozni. Emellett a fakitermelés fontos az ipari felhasználás és a tűzifa programok szempontjából. Láncfűrészes favágóktól hangos a sóstói erdő, a múzeum falutól nem messze ugyanis egy kisebb brigád végez fakitermelést. A nyári mezőgazdasági munkák befejeztével a régi időkben is megjelentek a férfiak az erdőkben, igaz, akkor közel 100-an végeztek el annyi munkát, mint a mai technika segítségével 5-10 ember. Mivel ez egy természetvédelmi terület, a szakemberek megvárták a fészkelés és fióka nevelés végét. Az, hogy minden évben fakitermelés van a sóstói erdőben, ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag 1920 után, amikor is a lakosság fokozottan kezdte el használni ezt az erdőterületet, az erdészelődeink nagyon kevés és nagyon kis térmértékben merték csak úgymond véghasználni és felújítani az erdőket. Ennek az volt a célja, hogy mindig legyen öreg erdő, mindig legyen úgymond idős, nagy erdő a sóstói erdőben. De mivel az erdő nem egy állandó dolog, állandóan változik, sőt állandóan öregszik, ezért előbb-utóbb odaér, hogy nem lehet tovább tartani, egészségileg megromlik, kiritkul a lombkoronája, és olyankor olyan fajok veszik át az uralkodást, aminek itt nincs keresnivalója, ezek általában idegenhonos, invazívan terjedő fafajok. Ahhoz, hogy ez ne egyszerre dömpingszerűen történjen meg egy-egy kijelölt területen, ki kell vágni a fákat, ezt követően pedig erdőfelújítást kell végezni. Az itt kitermelt fák átlag életkora meghaladja a 100 évet. Itt sar eredetű erdőrészletek, erdőállományok találhatók. Az azt jelenti, hogy lehet, hogyha megszámoljuk az évgyűrűket, akkor valóban 110-115-öt fogunk számolni, viszont ami a tuskóban, a földben marad, az jóval öregebb. Ezek az erdők korábban 40 évente kerültek letermelésre, és utána a tuskóról felsarjadt a most látható erdőállomány. Tehát előfordulhat, hogy egy 110 éves fának akár 200-250 éves gyökere van, hiszen már annyiszor meg volt sarjasztatva. Sajnos ezek a gyökerek egy idő után elkorhadnak, például most, és az elkorhadt gyökerek az amúgy is lecsökkent talajvizet nagyon nehezen tudják követni. Ilyenkor szokott bekövetkezni az úgynevezett csúcsszáradás, amikor a fa felülről kezd el visszafele száradni, akkor sajnos már meg vannak számlálva a napjai. Mivel az úgynevezett csúcsszáradt fákból a sóstói erdőben mintegy 70 hektár található, ezért minden évben 2-3 hektár véghasználatát és erdőfelújítását rendeli el az erdészet. Két típusú faanyagot különböztetünk meg, az egyik az ipari fa, régen úgy hívták, hogy szerfa, tehát amit ipari felhasználásra lehet használni. Mivel a kocsányos tölgynek alapvetően keresett és jó minőségi fája van, ezért a faipar ezt előszeretettel hasznosítja, de mivel ez egy öreg, túltartott állomány, itt már sajnos egy minőségbeli romlással számolunk, és sajnos nem olyan a faanyagnak az állapota, mint hogyha 20-30 éve termeltük volna le. Ami teljesen használhatatlan, korhat, göcsös, stb., abból pedig tűzifa lesz. Ennek egy részét a lakosságnak értékesítjük, más részét pedig majd a szociális tűzifa program keretében önkormányzatok fogják megkapni. Szokolovszki Géza hozzátette, a régi mondás szerint a fákat kivágják, de az erdő örök. Ha azt akarjuk, hogy 100 év múlva is legyen erdő a sóstói erdő helyén, akkor annak a helyét most kell megteremteni és elültetni.
Idén 5. alkalommal szervezik meg az erőművek éjszakáját. Október 25-én pénteken ismét különleges helyszínek és egyedülálló programok várják a látogatókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 3 erőműbe is bejuthatnak az érdeklődők. Ezen a napon vezetett bejárásokon megismerhetik a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ működését. Lehetőségük nyílik közelről is megnézni hazánk második legnagyobb vízi erőművét, a tiszalöki vízi erőművet, valamint bejuthatnak a több mint 120 éves nyíregyházi erőműbe is. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.erőművekészakaja.hu/erőművek oldalon lehet. A nyár 4 hónapjában elvégezte a szükséges karbantartásokat a nyírtávhő mind az aknákon, mind a hőközpontokban. Szeptember közepén pedig néhány nap alatt el is indították a fűtést, így a vármegye székhelyen közel 15 000 lakásban már működnek a radiátorok. A megfelelő és üzembiztos működés érdekében a karbantartásról a nyári időszakban kellene gondoskodni a fogyasztónak. Ha most tapasztal valaki problémát, a szolgáltató központi telefonszámán jelezheti. Ritka az, amikor szeptember közepén, ahogy elkezdődhet a fűtési szezon, azonnal be is kapcsolja azt a nyírtávhő. Idén azonban így történt, pedig a hónap elején még közel 40 fokokat mutattak a hőmérők. Tartósak voltak utána a hajnali és reggeli hidegek, ennek következtében lehűltek az épületek. Így gyakorlatilag néhány napja volt a szolgáltatónak, hogy beindítsa a fűtést Nyíregyháza szerte. Erre azért készülünk. Készülünk, mert hőközpontos kollégáink, hibaelhárító kollégáink természetesen ilyenkor megnövelt létszámmal és meghosszabbított munkaidővel állnak fogyasztóink rendelkezésére. Ilyenkor fűtésinduláskor talán az egy picit megterhelő, hogy a radiátorszer, tehát elég sok a hiba bejelentés. Ez abból adódik, hogy a távhőrendszeren, a hőleadóknál több mint 55 000 radiátorszelep van beépítve, és ugyan mi hirdetjük és mondjuk fogyasztóinknak, hogy nyáron, nyári időszakban tartsák 5-ös állásba, tehát a maximumon a radiátorszelepeket, amennyiben nem, úgy előfordulhat, hogy a szeleptányér leragad, és ilyenkor, amikor fogyasztó kezdené beindítani, akkor nem mozdul, nem működik. Na, ilyenkor hívja a hibaelhárító kollégáinkat, és akkor ők mennek és orvosolják ezt a hibát. A másik problémát a levegős rendszer szokta okozni. Nyáron sokszor megtörténik a gépészet és ezáltal a radiátorok cseréje a lakásokban, ilyenkor pedig levegő kerülhet a rendszerbe, ami zajjal, vízcsopogásszerű hanggal jár. Kiküszöbölése légtelenítő berendezés használatával oldható meg. Ezek talán azért merültek a nyáron feledésbe, mert minden idők egyik legenyhébb telén vagyunk túl. A fűtött napok átlag hőmérséklete 6 fok fölött volt. Ez pedig a nyári elszámolásoknál is beigazolódott, mondta a nyírtávhő műszaki igazgatója 35 perc című műsorunkban. Megtörtént a elszámolás, a 23-24-es fűtési időszak elszámolása, és ennek a szaldója 70 millió forint volt, amit úgy gondolom, hogy ez egy igen jó összeg. Ez a 70 millió úgy adódott, hogy 110 milliót kellett visszaadni a fogyasztóinknak. Ezt, ahogy elkészül a elszámoló számla, nekünk 8 napon belül vissza kell utalni. És a 40 millió volt az, amit a fogyasztóinknak be kellett fizetni, vagy be kell fizetni, vagy amennyiben esetleg fogyasztó hátralékkal rendelkezik, annak a hátralékába jóváírjuk. Melegvízelszámolás is megtörtént, ugye az első fél éves, mert az fél évente történik az elszámolás, az is megtörtént. Itt olyan szinten jól volt kalkulálva az előlegszámla, hogy összesen egy 4 millió forint szaldó adódott, amit aztán rendeztünk. A nyár azonban nem csak az elszámolásról szólt a szolgáltatónál, hanem a nagyszabású karbantartásokról is. Május 15-ig tart a fűtési időszak, csak ezután lehet a munkákat megkezdeni, a szeptember 15-i kezdésre pedig be kell fejezni azokat.
Idén ebben a 4 hónapban az aknák és a hőközpontok karbantartása is megvalósult. 1400 szivattyúnál a szükséges tömítéscsere és szigetelés-pótlás is megtörtént, 900 hőmennyiségmérőből pedig 200 hitelesítését elvégezték a szakemberek. Egy autós iskola, egy kerékpáros szaküzlet és egy bútordiszkont megmozdulása lassította a forgalmat a Szent István utcán csütörtökön Nyíregyházán. Ezen vállalkozások tulajdonosai gyakran találkoznak azzal, hogy mindennapi munkájuknak már része lett a szabálytalanul közlekedő kerékpáros és rolleres forgalom. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a szabályos, biztonságos közlekedésre. Egy baleseti helyszín képeit látjuk. Szerencsére nem valódi helyszínen is történik, de egyáltalán nem ritkák az ilyen és ehhez hasonló balesetek. Nyíregyházán a Szent István utcán rengeteg üzlet és szolgáltató van, akik naponta tapasztalják azt, hogy sokan nem a KRESZ szabályainak megfelelően közlekednek. Itt most itt állunk a Szent István utcánál a Szabolcs bútornak az épülete előtt. A figyelemen felhívásnak a lényeg az lenne, hogy a kerékpárosok és a rolleresek közlekedésére egy kicsit kitérjünk. Az itt közlekedő kerékpárosokat szeretnénk ebben az oldalban megállítani, annak céljából, hogy tájékoztassuk őket a pontos és szabályos közlekedésről. Ugyanis az a helyzet, hogy hiába az út mellett épített kétirányú kerékpárforgalmi sáv van, a kerékpárosok ezt nem igazán használják. Van, aki használja természetesen, de javarészt mindig itt kerékpároznak ebben az oldalban, ami ugye a gyalogosok számára kijelölt útszakasz az útest mellett. És ebből fakadóan ugye nem gondol a kerékpáros arra, hogy milyen tömeggel rendelkezik a mozgás energiájával kapcsolatosan. A rolleres nem gondolkodik el ugyanezen a dolgon, és az itt lévő épületekből kilépő gyalogosok sok esetben veszélyes helyzetben vannak ezáltal. Egy baleseti helyszín mindig emlékeztet minket arra, hogy a baj egy pillanat alatt megtörténhet. Viszont fontos az is, hogy a jó gyakorlatot pozitívan megerősítsük, így itt már meglepetéssel várták azokat, akik szabályosan kerékpárjukkal és rollerükkel a bicikli úton közlekednek. Negyre többet találkozunk a városban rolleresekkel. Ugye a KRESZ meghatározza az, hogy mi minősül segédmotorkerékpárnak, mi minősül kerékpárnak. Hogyha egy roller olyan teljesítményű, vagy ezek a járműek olyan teljesítményűek, amely meghaladja a KRESZ-ben előírtat, az ugye segédmotorkerékpárként minősül, ugye is akkor bukós is a használata kötelező, és nem is közlekedhetnek ugyanott, ahol a kerékpárosok. A flashmob tulajdonképpen arra szolgál, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy felelősséggel vegyünk részt a közlekedésben. Bordás Béla városgondnok kiemelte a szülői felelősség fontosságát. Nagyon sok esetben szerelnek fel úgynevezett forgalmi tükröket, amik a biztonságot szolgálják, de nem mindenhol van ilyen forgalmi tükör, ezek is nagyon jó segítségképpen szolgálnak a közlekedés terén, viszont a körülnézés és a körültekintés az nagyon jó, és a kedves szülőknek a példamutató magatartással kell a gyermekeket nevelni, reggelről reggelre felhívna a gyermek figyelmét, azért indulunk hamarabb, hogy biztonsággal beérjünk az iskolába, óvodába, vagy én a munkahelyemre, mint szülő, a gyermek figyelmét felhívja, ugyanis a sietségnek nagy ára van, és nagy ára van akkor, amikor egy baleset történik. Tehát ha megtanítjuk a gyereket, hogy a kijelölt gyalog át kelljen, hogy haladunk át, szétnézünk, a kapusznyit nem húzzuk a fejünkre, mert a látásunkat az korlátozott, az oldalirányú látásunkat. Ezek nagyon fontos és hatékony dolgok, ha a kedves szülő felhívja a figyelmét a gyermeknek a veszélyre, a veszélyforrásokra, hisz rengeteg veszélyforrás van, a közlekedés egy nagyon veszélyes üzem. A szabálytalanul közlekedőket megállították és átkísérték a túloldalra, ahol nekik is járt a csokoládé és a bicikli csengő. Sokan megálltak és valódi balesetként értelmezték az installált helyszínt, ilyen módon a felhívás talán elérte a célját. Vereséget szenvedett második bajnoki meccsén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák a Kaposvár otthonában kaptak ki 99-68-ra. Vasárnap újabb idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra, Debrecenben a Deac U23 ellenlép pályára Merim Mehmedović együttese. A legutóbbi szezonban, míg átcsoportos, rutinos játékosokat felvonultató Kaposvárt kezdte jobban a meccset a fokhíjas Cápák ellen, az első negyedet 7 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 percben 5 ponttal nőtt a különbség.
Fordulás után sem változott a játék képe, a fáradó vendégek ellen sorra szerezték a kosarakat a kaposváriak, akik végül magabiztosan nyerték meg a mérkőzést. Nem Kaposvár volt a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma volt az a utolsó két hét, olyan betegségi hullám volt nálunk, hogy nagyon sok játékos kevesebb edzett, és első irányítónk nem is utazott, és ettől kell megváltoztatni a szerkezet és egész koncepció. Nem egyszerű Kaposvár ellen, aki egy nagyon jó csapat. Az a mi bajunk volt ott, mert a hosszú a padunk, és nagyon sok rutinos játékos tartók a ritmusát. Ez látható eredményen is, első fel ide, ameddig volt erő, és tartók a koncepciósan az, amit játszania kell. Volt 10 pont különbség, de másik fel ide, amikor mi elfáradtunk, tele voltunk fautokkal, akkor nehéz volt tartani az ritmusot, és így lett a vége. Megkóstolunk a Kaposvár, megnézzük milyen, de most jön a következő meccs, befejeztünk ezt a részt, reméljünk, hogy mindenki edzésen lesz nagyon gyorsan. A második forduló további eredményei a következők: Fót Újbudamavc 73-83, Vasas Akadémia Mehavc 77-56, TF Budapest Deac U23 79-83, Jászberény Dávid Kornél Akadémia 69-75 és Salgótarján BKG Prima Akadémia 83-94. A kék cápák a következő fordulóban Debrecenbe utaznak. Ilyen típusú csapok Debrecen nagyon kellemetlen. Ők edzenek a A-csoportos csapattól, húzó játékosok ott vannak, padon kapják az idő A-ligába. Más dolog, ha emlékszel, tovább nagy győzelmi sorozatunk, csak Debrecenbe kikoptunk, ami nem kellett volna. De mondtam, ott nagyon nehéz játszani, ők jönnek, neki ez egy olyan nagyon hasznos dolog, hogy játszani piros ligába, feljutási lehetőség, játszanak a teljes gőzzel, különösen csapatok, akik képviselnek valami jó erő B-ligába. Hát készülni fogunk, persze győzni kell, meglátjunk, hogy mi lesz, tartani kell a saját játékszisztéma úgy, hogy visszajön mindenki, és kemény edzésekkel, mert vasárnap játszunk, hozni ezt a formát, ami nekünk kell. A harmadik forduló további párosítása a következő: Mehavc Kaposvár, Óbudai Kaszások Fót, Jászberény Salgótarján, Újbudamavc Vasas Akadémia és BKG Prima Akadémia TF Budapest. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A környező vármegyék eredményesebben pályáznak fejlesztési támogatásokra, magasabb bérekért dolgoztatnak, és erősebbek a kis- és középvállalkozások is. A vármegyében a társas vállalkozások 98%-a 9 főnél kevesebb alkalmazottal működik, a 38 ezer vállalkozásból pedig mintegy 24 ezer egyéni vállalkozásként van bejegyezve. Mindezt Pekó László, a Kereskedelmi és Iparkamara vármegyei elnöke mondta el a Közösen a munkaerő megtartásáért Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című konferencián. Idén is folytatódik a fakitermelés a sóstói erdőben. Szokolovszki Géza, a Nyíregyházi Erdészet igazgatója azt mondta, minden évben elkerülhetetlen, hogy az előregedő faállományt kitermeljék annak érdekében, hogy megelőzzék a nem kívánt fajok elterjedését, és új őshonos fákat tudjanak ültetni. A fakitermelés nem csak a sóstói erdő életben tartását biztosítja, de az ipari felhasználás és a szociális tűzifa program szempontjából is fontos tevékenység. Szeptember közepén elindult a távfűtési szezon, Nyíregyházán közel 15 ezer lakásban már működnek a radiátorok. A megfelelő és üzembiztos működés érdekében a karbantartásról a nyári időszakban kellene gondoskodni a fogyasztóknak, ez azonban sokszor elmarad, ez pedig megnehezíti a stabil és gyors fűtésindítást. A szolgáltató május 15-ig biztosítja a fűtést a vármegye székhelyen. Október 11-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd ismét. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!
Szombat reggel lehet pára, köd, rétegfelhőzet, amely napközben szakadozik, emellett több órás napsütés várható, délutánra 14-16 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, inkább csak északon fordulhat elő néhol gyenge eső. Napközben 15-17 fokot mérhetünk.